Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Mielőtt indítanék, elmondanám azt, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg, és annak idején nagyon szomorú voltam. A Biblia, a hitem, a jó Isten adott erőt számomra, és még mindig hálás vagyok ezért. Annak idején olyan hirtelen jött egy ötlet. Fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam, hogy a nyaklánc kimozdul, mint egy inga, bizonyos szavaknál, mondatoknál, és egy időben voltak gondolatok felülről. Így jutottam ehhez a forráshoz, és még mindig használom ezt a kommunikációt. Ezt mutatom nektek, arra is megvan a lehetőség, hogy kérjetek egy személyes üzenetet, mint egy olyan energiai egyensúly, ez 4000 forint. Hogy milyen információt kapunk, nem tudom, hiszen nem tudom én ezt befolyásolni, de közlöm veletek, ami így jön a Bibliából. És én indítanék, hiszen nagyon kíváncsi vagyok a jelenlegi üzenetre. Te valamit megtisztítasz, vagy megszépítesz a környezetedben. A környezetedben van egy bizonyos hely, ami erőt ad számodra. Hamarosan lesz egy ünnepség, ahol te részt veszel. Sőt, valaki megajándékoz téged. Van egy feladatod, és cselekedni fogsz. A háború foglalkoztat téged és elszomorít, de lesznek majd változások, a béke visszatér. Ami jelenleg segít neked egy bizonyos hely, ami erőt ad, ez lehet a természetben is.
És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!